Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján. Fegyvesi Zoltán vagyok, a pártszövetség polgármester jelöltje. A Fidesz ajkai csoportja augusztus 25-én városunkban is megkezdte az aláírás gyűjtéseket. A megyei listára polgármester jelölt, illetve a képviselőjelöltek számára. A választópolgárok nagy örömmel fogadtak bennünket, és már várták aktivistáinkat, éppen ezért nagyon gyorsan és könnyen ment az aláírásgyűjtés. Az aláírásokat a szükséges mennyiségben összeszedtük, sőt annak a többszörösét adták le képviselőink a múlt héten pénteken, azaz augusztus 29-én jegyzőúrnak, illetve munkatársainak. A hivatal dolgozói ezeket az éveket átnézték, és örömmel tudatom Önöknek, hogy a Fidesz-KDNP képviselő csoportja a városban elsőként 10 képviselőjelölttel és egy polgármesterjelölttel felállt. Az évek itt vannak előttem, a sajtó tisztelt képviselőnek be tudom mutatni. Holnap fog összeülni a választási bizottság, és holnap fogják jóváhagyni a jelölteket, de tudjuk, hogy a megfelelő számú aláírás a rendelkezésünkre áll. Attól, hogy a szükséges képviselői támogatásokat, a szükséges aláírásokat összegyűjtöttük, attól még nem állunk le az aláírásgyűjtésekkel. Továbbra is keresni fogjuk a választópolgárokat, továbbra is aktivistáink, illetve most már a képviselőjelöltek is járni fogják a körzetüket, be fognak kopogni a választópolgárokhoz, és kérik a támogatásukat. Kérjük a választópolgárokat, hogy mind különböző rendezvényeinken, mint a szórólapokon figyelemmel kísérjék a programunkat, amit el fogunk juttatni Önökhöz. Képviselőjelöltek azért is járják a körzeteket, hogy információkat szerezzenek a választópolgárukról, mondják el a választópolgárok nekik a gondjaikat, problémáikat, fejlesztési javaslataikat, és mi ezeket a javaslatokat be fogjuk építeni a programunkba, ezt a programot pedig még a választások előtt valamennyi ajkai lakoshoz, valamennyi ajkai lakásba eljuttatjuk. Tavasszal a Fidesz-KDNP két választást nyert Ajkán. Megnyertük az Európa Parlamenti választást és az országgyűlési választást is. Ebből kifolyólag a szlogenünk első fele teljesül, velünk a város. Az pedig, hogy a kormány is velünk van, ezt az elkövetkezendő időszakban bizonyítani fogjuk Önöknek. Önök elé tárjuk azokat a javaslatokat, azokat a fejlesztési irányelveket, amiket a kormány támogat, és így be tudjuk Önöknek bizonyítani azt, hogy a kormány is velünk van, és a kormány velünk van. Nem más szervezettel, nem más jelölő szervezettel, hanem a Fidesz-KDNP csoporttal. Viszont nem mehetünk el szó nélkül egy hétvégi kellemetlen jelenség mellett sem. Augusztus 31-én az Ajkama honlapon elkezdődött a múltban Ajkán megszokott személyeskedő, mocskolódó, negatív kampány, amelynek az volt a célja, hogy a Fidesz polgármesterjelöltjét és a Fidesz képviselőjelöltjeit lejárassa. Ez a múlt figurái és azok megbízói a múlt módszereivel és a múlt eszközeivel folytatják ezt a kampányt. Módszerük nem a saját programjuk és jelöltjük bemutatása, hanem a másik fél, a másik párt lejáratása, besározása, negatív színben való feltüntetése, amihez mindig megkeresik és mindig meg is találják az aktuális bértolnokot. Az ő érdekük az, hogy ez a politikai hangulat uralja ajkai kampányt, ami az elmúlt időszakban is jellemző volt Ajkára, vagyis a múlt kampányát szeretnék folytatni. Ajka azonban ennél többet érdemel. Mi ebben nem fogunk részt venni, mi a város érdekében való közös munkában leszünk partnerek. Mi a jövőt fogjuk építeni, a jövő csapatával, avval a csapattal, amelyik itt áll mögöttem. Hisszük, hogy Ajka lakossága nem kér a múltból és a múlt embereinek stílusából sem. Partnerként Ajka lakosságát hívjuk, hogy október 12-én szavazatukkal, megismételve a tavaszi választás eredményét, közösen vessünk véget a múltnak, és válasszuk Ajkán is a jövőt. Köszönöm szépen!